folytatjuk az Öreg című bűnügyi filmsorozatot. Két gyilkos. Rendőrség, Köster. Hol van most? Igen. Várjon, ott leszek. Egy negyed órán belül. Jó estét. Ön telefonált? Igen. Ezzel? Igen. Szép kislány. Hány éves volt? 26. Nem akarja lezárni a szemét? Csinálja maga, én nem bírom. De lelőni azt bírta. Nem akartam. Nem akartam megölni. A nevét? Gustav Pikert. Pikert. Maga csinálta ezt a felfordulást? Igen. Pénzt kerestem, le akartam lépni. De nem bírtam levenni a szemem róla. Nem tudok nélküle élni. Márpedig kénytelen lesz. Szóval a szeretője volt?
Valamikor, évekkel ezelőtt, mikor még volt pénzem. Bankban dolgoztam, és sorozatosan sikkasztottam miatt, amíg rá nem jöttek. Aztán 2 évig ültem. Ez mikor volt? Január 18-án szabadultam. És aztán? Visszajöttem hozzá. Nem tehettem mást. Először kidobott, de újra visszajöttem. Újra és újra. Úgy bánt velem, mint egy kutyával. És ma mi történt? Mi az, amiért épp ma lőtte le? Azt mondta, hogy ma lefekszik velem. Megígérte nekem. De mikor... sor került volna rá, kinevetett, és azt mondta... Csak nem képzelem, hogy egy ilyen csóróval. Honnan vette a pisztolyt? Ez az övé. Gyertek. Erre. Ez itt Pikert úr, a tettes, ő maga jelentette be az esetet. Jöjjön. Ne, hagyd inkább, add ide a kalapomat. Jöjjön, Pikert úr. Ti meg mit akartok? Ez az egyén jelentkezett nálunk. 6-os őrszoba. Azt állította, hogy megölt valakit. A Blütenstrasse 18-ban. Hol? Blütenstrasse 18. Kit? Anneliese Obermeiert. Agyon lőttem. Mondja el, kérem, hogyan történt? Én 3-szor lőttem rá. A szívtájára? Igen. Aztán? Lezuhant a szőnyegre, és már halott is volt. Átkutattam a lakást. Aztán elhagytam a házat. Futkostam az utcákon. Aztán jelentkeztem a rendőrségen. Szemre való teremtés volt, akit megölt. Mi volt rajta? Fürdőköpeny. És szólt a zene. Na de kérem, mi ez? Gúnyolódik velem? Azt kérdeztem, szólt-e a tett alatt zene, mint mondjuk egy koncerten? Igen. Ment a lemezjátszó. Aztán jött Gustav Pikert. Az meg ki? Azt magától szeretném tudni. Nem volna helyén való a tett helyre mennünk? Ugyan, már voltam ott. A nevét kérem. Péter Sartorius. Nem rokon a Norbert Sartoriusnak? De, a fia vagyok. Tud az apja az állítólagos gyilkosságáról? Nem. Vezessék el Sartorius urat. Még egy kérdés. Miután kutatott a lakásban? Alig ha pénz után. Mégis miután? Az az én dolgom. Még pimaszok is vagyunk. Na igen. A gyilkosság magánügy, ami csak 2 emberre tartozik, a gyilkos és az áldozatra, igaz? A rendőrségnek és a bíróságnak ilyen kényes ügyben semmi keresni valója. Vezessék el. Persze azonnal értesítette Sartorius doktor urat. Nem. A fia gyilkossággal vádolja magát, és maga nem értesítette az apját? Ha azt akarta volna, hogy az apja is tudjon róla, felhívhatta volna. Épp elég ideje volt rá, nem? Tudja, ki ez a dr. Sartorius? Hogyne. Elektronika, repülőgépek, olajfinomítók, turizmus... Szupermarketi, szállodahálózat... Látja, ő is tudja. Azonnal értesítem Sartorius doktor urat. Ki a másik? A másik tettes? Egy senki.
Ezt hogy érti? 1-0 a Sartorius családhoz képest, egy bizonyos Gustav Pikert. Már ült sikkasztásért. Ez a Pikert felhívta magát, és a tett helyen vallomást tett. Igen. És mit mond a nyombiztosítás? A fegyveren rajta van mindkettőjük új lenyomata, a Pikerté és Sartoriusé. És mi van még? Hát a fiókokon, ajtókon, bútorokon ugyancsak ott van mindkettőjé. Szóval együtt ölték meg. Nem. Tagadják, hogy ismernék egymást, és én hiszek is nekik. Akkor pedig az egyikük hazudik. Igen. De melyikük ember? Beszéljen már, ne játszunk itt kvészt. Honnan tudnám, nem vagyok én látnok. Nos, szükségesnek találom, hogy haladéktalanul fölkeresse Sartorius doktor urat, és tájékoztassa. És az asszonyt is? Milyen asszonyt? Hát Pikertnét, ő se tud még a dologról. Jó, őt is, de előbb Sartorius urat. Doktor urat. Tessék? Ki tetszett felejteni a doktort? Ha gyere, gyere. Nos, uraim, hol is tartottunk? A kérdésre, hogy mit keresett a lakásban, és hogy mi indította a tettére, a fia megtagadta a választ. Hát, ez minden, amit tudunk. Azonnal gépbe. Hívja fel dr. Siebert és dr. Monkaut, legyenek itt 12 óra körül. Mindkettőnek egy másolatot a főfelügyelő úr beszámolójából. Köszönöm. Megkínálhatom egy itallal? Köszönöm. Hadd köszönjem meg, Köster úr, hogy ilyen gyorsan és átfogóan tájékoztatott. Mit inna? Egy kis konyak nem árthat meg. Megenged még egy személyes kérdést? Tessék. Ön nem iszik? Nem, köszönöm. Milyen benyomást tett önre a fiam? Úgy hatott, mint egy gyilkos? Már sok gyilkost láttam, és mind másként hatott rám. Nincs szabvány megjelenési formájuk a gyilkosoknak. Na igen, értem. Másként teszem föl a kérdést. Azt hiszi, hogy Péter ölte meg azt az asszonyt? Ha nem ő, akkor nagyon meggyőzően tud hazudni. Hát igen. Mindig is tudott. Még egyszer köszönöm a látogatását. Na, mit mondott? Ismerte a fia Anneliese Obermeiert? Tudomása szerint nem. Megmutattam már a naptárt. Milyen naptárt? Amit Obermeier íróasztal a fiókjában találtuk. Nem, mutasd. Egy pillanat. Most megállhatsz. Tessék. Mi van vele? Fordítsa meg. Á, mi a manó? G20004-17. 17-4, negyedik pozíció. Igen. V10-1015-2, D30-1000, T15-1062, S50-1068. Igen, aztán még kétszer S. S20-1000, 8-11 és még 20-13-án. Az S lehet Sartorius is. Az 50-1000 és a kétszer 20-1000 márka lesz, akárcsak a többi tétel. És a dátum valószínűleg az a nap, amikor kifizették. Zsarolás? Az is lehet, nem? Nézzük meg újra azt a lakást. Jó.
Nézze csak, mi került elő. Egy bunda béléséből. Kazetták? Igen. Na és? Mindegyiken egy név. Dirk, Dölle, Glauber, Vendrich. Vendrich, Dirk, Glauber. Add csak a raptárt azokkal a számokkal. G20.000, 4.17. Glauber. V10.512. Vendrich. D30.529. Dirk. És T15.602. Tölle. S50.000. Ennek nincs kazettája. És 20.010.3. S. Semmi kétség, Sartorius lesz. Játsz le egyet. Melyiket? Mindegy, akármelyiket. Glaubert? Azt is lehet. Ezt nem érted. Fiatal voltam, szegény, és fel akartam törni. Ő idősebb volt, ripacsos bőrrel és hatalmas fenékkel. De tele pénzzel, és egy jól menő céggel. Hát, feleségül vettem. Hát, azt hiszem, ez elég, Glauber úr. Igen. Hogy jutott önhöz a szalag? Ismer egy bizonyos Gustav Pikertet? Nem. Ezeket a megjegyzéseket a feleségéről Obermeier kisasszonynál tett valamelyik látogatása alatt vették fel. Aztán ezzel zsarolták. Igen. Mennyivel? 50.000 márkával. Összesen. Mi az, hogy összesen? Nos, először 20.000 márkát kért. Kifizettem, és megkaptam a szalagot. Aztán úgy fél év múlva felhívott, magához kéretett, lejátszotta a szalag másolatát, és újabb 10.000-et kért. Tessék. Köszönöm. Azt mondta, anyagi nehézségekkel küzd. Én dühöngtem, de nem volt választásom. Igen, aztán újabb fél év múlva megint jelentkezett. Ezt honnan tudja? 4.17, 20.000 márka. Igen, így volt. Miért nem ölte meg? Micsoda kérdés, én nem vagyok gyilkos. Igen, azt magam se hiszem. De tudja, hogy ilyen pillanatokban viszketni kezd az ember keze. Igen, így van. Köszönöm, Glauber úr. Ja, mi lesz a szalaggal? A szalag a rendőrségi akták, majd a bírósági akták közé kerül, és minden valószínűség szerint le is hallgatják. Nagyon kérem, hogy amennyiben lejátsszák, töröljék a nevemet. Nem tartozik az ügyhöz. Nem hinném, hogy bárki is kifogásolna. Viszontlátás. Viszontlátás. Hol van Sartorius őrizetes? Egy fél órája kiengedték már. Várató volt, nem? Ha ilyen apucim lenne, én sem volnék itt. Tessék! Köszter úr. Mi van? Maga helyezte szabadlábra Péter Sartoriust? Igen. Az ügyvédei panaszt nyújtottak be, 3-kor ért véget a kivizsgálás. Mivel se manipuláció, se szökés veszélyét nem láttam, és végtére is Sartorius önként jelentkezett, és szabad akaratából vállalta a tettet. Hát elrendeltem a szabadlábra helyezést. Netán ellenvetése van? Ha lenne is, már túl késő lenne. Mellesleg dr. Sartorius egy 500.000 márkás óvadékot tett le. Hol van most Péter Sartorius?
Majd elfelejtettem. A letartóztatás elleni panasz többek közt egy pszichiátriai véleményezésre támaszkodik. Szinkl professzor, aki évek óta pszichoterápiai kezelésben részesíti Péter Sartoriust, igazolja, hogy a paciense patológikus vonzalmat táplál. Várjon csak, felolvasom. Hol is van? Igen. Szóval a hazudozás, dolgok kitalálása iránt. Főleg azzal a célzattal, hogy a személyiségét bizarnak, nem mindennapinak láttassa. Itt van a szakvélemény. Elolvassa? Ugyan menjen, tudom, mi áll benne. Jobb szerettem volna a fiúcskát kihallgatni. Bármikor elérheti Szinkl professzor magánklinikáján, ott áll kezelés alatt. Na persze, ezt így szokták. Jó étvágyat. Mi tetszik? Bocsánat a zavarásért, egy pacienssel szeretnék beszélni. A nevét kérem? Péter Sartorius. Megmutatná a személyi igazolványát? Minek? Anélkül senkit sem engedhetek be a klinika területére. Megfelel. Vagy ne, köszönöm. Kérem, állítsa le a kocsiját ott jobbra, és fáradjon gyalog az épületig. Kimélnünk kell az autózajtól a pacienseinket. Nagyon helyes. Jó napot! Jó napot! Péter Sartoriussal szeretnék beszélni. Csak Szinkl professzor engedélyével fogadhat látogatót. Beszélhetek Szinkl professzor úrral? A professzor úr házon kívül van. Elérhetem telefonon? Nem. Nézze, muszáj beszélnem Sartorius úrral. Nem beszélhet vele. Bűnügyi rendőrség. És ha a rendőrfőkapitány lenne is, azt mondtam nem. Én meg azt mondom igen. Hogy érzi magát? Köszönöm, jól. De gondolom, nem csak azért jött ide, hogy a hogy létem felül érdeklődjön. Nem csak. Néhány kérdésre szeretnék választ kapni. Ha azonnal nem hagyja el ezt a szobát és ezt az épületet, erőszakkal távolítatom el. Ön Szinkl professzor? Nem, nem vagyok Szinkl professzor. És nem szívesen bocsátkoznék ismétlésbe. Előbb-utóbb válaszolni kényszerül a kérdéseimre. Bocsánat a zavarásért. Remélem tisztában van azzal, hogy ennek még következményei lesznek. Hogyne, el tudom képzelni. Viszontlátásra. Beszélnem kell Pajkert úrral. Jó napot. Kérhetek valamit? Tessék. Pajkert úr, segítsen nekem. Nem hiszem, hogy módon van állna. De.
Rá szeretnék jönni a nyitjára, hogy miért akarja ez a Sartorius pont a maga tettét magára vállalni. Talán nem egész normális. Ezt épp maga mondja. Évekig eltűri egy nőtől, hogy úgy bánjon magával, mint egy kutyával. Miatt a börtönbe is kerül. De amint kiszabadul, visszakullok hozzá, hogy még nyomorúságosabban bánjon magával, és egy napon minden különösebb nélkül... Jó, tudom, felcukkolta, aztán pofára ejtette. De ezt megtette azelőtt is, anélkül, hogy maga ezért megölte volna. Egy napon pedig ezért öli meg. Maga normális? Tud erre logikus magyarázatot? Ismeri a csepp történetét, amelytől kicsordul a pohár. Jó, megértem magát, Pikert úr. De tudja, szeretném Sartoriust is megérteni. Pszichológiai szempontból ő az érdekesebb figura. Hogy? Gondolja el, egy 25 éves, jóképű, jó családból való fiatalember röviddel a tanulmányai befejezése előtt, nyitva előtte az egész világ. Egyszerre a fejébe veszi, hogy életfogytiglanra börtönbe vonul valamiért, amit nem is követett el. Majd visszavonja a vallomását. De hát miért tette egyáltalán? Mondtam már, bolond. De nagyon ravasz is. A vallomásai tökéletesen fedik a tetthely adottságait. Nagyon sok őrült. Találékony is. Most azt mondja meg, miért rohant el a lakásból? Ki mondta, hogy én elhagytam azt a lakást? Szóval a tett elkövetésének pillanatától mindvégig a halott mellett volt. Hát igen. Tényleg elrohantam. Nem bírtam tovább nézni, ahogy ott fekszik. Céltalanul futkostam az utcákon. Nem tudom meddig. Miért nem mondta el az első kihallgatásnál? De hisz elmondtam. Nem mondta el. Meg voltam zavarodva. És miért ment aztán vissza a lakásba? Pénz után kutattam. És hogy nem találtam, folyton őrá kellett néznem, ahogy ott feküdt. Ez már túl sok volt nekem, és felhívtam a rendőrséget. Hazudik, Pikert úr, ezt az éjszakai kirándulást most találta ki, mert rájött, hogy anélkül nem áll össze a vallomása. Bizonyítani tudom, hogy elvoltam. A Griechenstrasse és a Naupliastrasse sarkán voltam. Úgy 23 óra, tehát egy karambol volt ott. Egy teherautó jött ki a Griechenstrasse-ról, és egy kék Ford a Naupliastrasse-n már nem tudott fékezni, így neki ment. Csak benyomódott kicsit, de hallottam, ahogy a Ford gazdája követelőzött, hogy hívják ki a rendőrséget. Az eset jegyzőkönyvezve van, ellenőrizheti. Na nézze, Pikert. Először azt mondja, céltalanul futkosott az utcákon, most meg egyszerre látott egy karambolt. Hát hogy higgyem el ezt magának? Keresse elő azt a Fordost, ő látott engem. Bement egy telefonfülkébe, ahonnan épp kijöttem. Maga telefonálta? Igen. Kinek? A volt feleségemnek. Mit akart tőle? Közöltem vele, hát, hogy lelőttem Annelizét. És ő mit szólt hozzá? Azt mondta, aludjam ki a mámoromat. Nagy hóhányú maga, Pikert úr. Bekísérhetem? Pikertné! Hozzám szólt? Nem Pikertné? Nem. Mióta elváltam, újra Hanni Halka vagyok. A nevem közter a bűnügyi rendőrségtől jöttem. Tudna némi felvilágosítással szolgálni az elvált férjéről? Dolgozom. Igen, tudom, hogy akkordban dolgozik, de pótolni fogjuk a bérkiesést. Mondja, nem mehetnék valóban máshová, az ember itt a saját hangját se hallja. Az irodámban. Há! Maria! Na jöjjön! Mit művelt már megint? Mi az, hogy már megint? Önnek tudnia kell a sikkasztásairól, amiért elvesztette az állását. Hát igen.
Nem volt mindig ilyen. Szolid, becsületes volt. Talán kicsit puhány, kicsit lusta. De bűnöző az nem volt. Csak az a nő tette azzá. Az Obermeier. Nagyon fiatalon házasodtunk össze. 12 évvel ezelőtt. Elhiheti, jól ismerem őt. Azaz, hogy jól ismertem. De aztán egy napon hirtelen, mintha kicserélték volna. Felfedezett valamit, amit addig nem ismert. És én nem értek ezekhez a perverzitásokhoz. A szexben. Hát így. Nem minden a szex, halka asszony. Foglalj a helyet, kérem. Mennyiben változott meg az ura? Hát, megjátszotta a nehéz fiút. Részegeskedett, nagy zolt. És vert is. Egyáltalán mindenben úgy járt el, mint egy huligán. Nincs már semmi kapcsolata vele? Nincs. De ha segíthetnék rajta, mégiscsak a férjem volt. Felhívta ön tegnap előtt éjjel? Igen. Időnként még felhív. Többnyire, amikor részeg. Akkor összehord hetet havat. Csupa nagyzolás. Mit mondott tegnap előtt éjjel? Hogy megölte azt az Obermeiert. És erre ön hogy reagált? Letettem a kagylót, és tovább aludtam. Korán kell kelnem. Eszébe se jutott, hogy felhívja a rendőrséget? Emiatt? Csak nem teszem magam nevetségessé. Ezt már 10-szer mondja. Most meg is tette. Nem. Obermeier halott. Nem hullatok könnyeket érte. Ott találtuk a férjét a holttest mellett. Beismerte a tettét. Ő nem tette, az biztos. Akarja látni? Igen. Hajkert úr látogatója van. Szervusz, Gusztáv. Miért jöttél? Hogy lássalak. Megváltoztam? Jól nézel ki. Itt nyugalom van. Azt mondják, te ölted meg. Mondtam neked a telefonban. Már jó néhányszor mondtad. Most megtette. Nem, Gusztáv. Nem ölhetted meg. Engem igen. Engem kicsináltál. De őt nem. Amikor a pisztoly a kezemben volt, már könnyen ment. Ezt csak azért mondod, mert nem tudsz tovább élni. Most, hogy ő már nincs. Isten veled. Kísérjem vissza. Na, Eichertné, mi van? Nem ő ölte meg. Baj van, Köster. Nocsak. Panasz érkezett maga ellen. Magánlaksértés és hivatali hatalommal való visszaélés címén. Sartorius doktor úr. Nem, single professzor. Szeretnék megismerkedni vele, tegnap sajnos nem sikerült. Csak ne vegye a dolgot félváról, Köster. A panasz a belügyminisztériumba megy. Ezt nem tudom megakadályozni. Én meg nem tudom megakadályozni, ha magát egyből Passauba helyezik át. Passau, szép város, vannak ott rokonaim. Hogy állunk? Jól, Pikert a tettes. Ez már biztos? Ha elszedik tőlem Sartorius, csak Pikert maradhat, mint gyilkos. Amért a vizsgálóbíró óvadék ellenében szabadlábra helyeztette Sartorius, nem tekintheti befejezetnek az ügyet. Nem. Elvárom, hogy a gyilkost egyértelműen és ellentmondások nélkül prezentálja. Fura, de már nem is érdekel annyira a gyilkos. Ez már megint mit jelentsen?
Miért vállalja magára a tettet? Netán pénzért? Mit kezd vele a börtönben? Félelemből? Mi lehet félelmetesebb, mint az élet fogytiglani börtön? Az szép-szép. És mire vezetett ez a meditáció? Melyik kezemben van az öngyújtó? Ugyan már közter, a jobban természetesen. Stimmel. És melyik kezem üres? A jóisten megáldja, a bal természetesen. Na látja, teljesen érdektelen, melyiket prezentálom előbb, a gyilkost vagy a hazugot. Ha megvan a hazugom, magának megvan a gyilkos, ha igaz? Térjünk a tárgyra. Tessék. Köszönöm. Mit tehetek önért? Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek a fiával. Szinkl professzorhoz kell fordulnia. A professzor kidobatott és panaszt nyújtott be ellenem a felügyeleti hatósághoz. Ha az ön rendőrjelvénye nem hatott a professzorra, az én szavam még kevésbé hatna. Ön beszélt a fiával? Igen, tegnap felkerestem. Vissza fogja vonni a vallomását? Köszter úr, csak akkor segíthetek, megpróbálok segíteni önnek, ha teljesen őszinte lesz hozzám. De hát ez természetes. Miért akar a fiammal beszélni? Azt hiszem, hogy zsarolják. Kicsoda? Azt hiszem, kénytelen továbbra is kitartani a vallomása mellett. Mi indítja erre a feltevésre? A fia 90 000 márkát adott Anneliese Obermeiernak. Ez képtelenség. Honnan lett volna ennyi pénze? Hát öntől például. Tőlem havi 1000 márka zsebb pénzt kap. Ezzel kész? Nem férhetett hozzá az ön egyik számlájához? Ezt viccnek szánta? Észrevettem volna. Ön asszonyom, ön se tudja. Én? Nem. Fogalmam sincs. Négy óra körül meglátogatjuk Pétert. Velünk tartana? Sartorius úr, az édesapja van itt. Szervusz, Péter. Szervusz, papa. Szervusz, Gabriela. Szervusz, Péter. Na, hogy vagy? Köszönöm, jól. Ismered Köszter urat, ugye? Jó napot, Sartorius úr. Segíteni akar. Szeretné, ha visszavonnád a vallomásodat. Szerinte zsarolással vettek rá erre a vallomásra. Igaz ez? Igen. Hogyan? Péter. Te egy jóképű, okos fiatalember vagy. Csak nem akarod elhitetni velem, hogy neked 90 000 márkát kellett letenned ahhoz, hogy megszerezz egy lányt. Nem egy lányt. Ezt a lányt. Egy nőcskét. Én ezt nem hiszem el. Honnan vetted a pénzt? Na jól van. Azt állított, te ölted meg a lányt. Megmondanád azt is, hogy miért? Nem mondta meg a rendőrség? A rendőrség se tudja. Majd kideríti. Nem fogja kideríteni. Nem is tudná kideríteni. Egyszerűen azért, mert nem te voltál.
Térj már észre, Péter. Vondd vissza a vallomásodat. Beszélj a professzorral. Beteg vagy, de gyilkos az nem vagy. Hagyjatok magamra. Tessék csak. Köszönöm. Hadd beszéljek még vele. Jól van. Tessék, 90 ezer márka június 8-án. Nekem nem 90 ezer márka kell, nekem egyszer 50 ezer és kétszer 20 ezer kell. Igen, tudom, de ilyen kifizetés egyik számlán sincsen. Sartorius nénak is van számlája? Van. Átnézhetnénk? Sajnálom, de a meghatalmazás csak dr. Norbert Sartorius számláira szól. Igen, de ön a meghatalmazást így is úgy is értelmezheti. Ezt meg hogy érti? Úgy, hogy Sartorius doktor úr azt próbálja kideríteni, hogy megzsarolták-e a fiát vagy sem. És hogy teljesen mellékes, hogy a pénzt az apja vagy az anyja számlájáról vette fel. Akárhogy is itt az áll, hogy... Na jó, majd tájékoztatom Sartorius doktor urat a segítőkészségéről. Várjon kérem, épp itt látom a keresett tételeket Sartorius néz számláján, egyszer 50 ezer 6. hó 8-án... Egyszer 20 ezer 8. hó 11-én, majd újabb 20 10. hó 3-án. Igen. No, persze nem volt joga ezzel a felvilágosítással szolgálni, mindazonáltal köszönöm. Kérem. Hát te meg mit olvasol? Lord Carnaby esetét. Tutankhamon sírjának feltárásánál megcsipte egy szúnyog. Ebbe belehalt. A halála órájában Kairóban minden fény kialudt. Ez fantasztikus. Rövid zárlat lehetett. Ma. Iszol még egyet? Örömmel. Igazán finom. Megint valami méregdrágát fogtál ki. Egyszer egy héten találkozunk és megiszunk egy üveggel. Még olcsó is legyen. Úgyse visszük magunkkal. Hova? Az utolsó útra. Az egyiptomiak mindent a halottaik mellé temettek. Ételt, italt, fegyvert, pénzt. Ők hittek abban, hogy a halottak újra életre kelnek. Te nem hiszed? Még egyetlen halottal sem értekeztem erről. Prosit. Prosit. Ez meg ki lehet? Egy halott egyiptomi. Halka asszony, jó estét. Jó estét. Fáradjon be. Levetkőzik? Nem, köszönöm. Kerüljön beljebb. Bemutatom Gotyé asszony, Halka asszony. Jó estét. Foglaljon helyet. Köszönöm. Egy pohár bort? Nem, kérek. Miért engedte szabadon azt a másikat? Melyik másikat? Sartoriusnak hívják. Nem én, a vizsgálóbíró helyeztette szabadlábra óvadék ellenében. Egy 500 000 forintért. Benne állt az újságban. Mellesleg ez az áthelyezés egy szanatóriumba, távolról sem. Hány ügyvédje van annak a fiúnak? Gusztávnak. Csak én vagyok. Miért jött el hozzám, Halka asszony? Én csak el akartam mondani még valamit, ami feltűnt nekem. Hisz másra se tudok gondolni azóta. De azt hiszem, semmi értelme. Azért csak mondja. Amikor Gusztáv felhívott, azon az éjszakán egy telefonfülkéből beszélt. Igen? Ha azt az Obermeyert ő ölte volna meg a nő lakásán, miért nem onnan telefonált nekem? Hisz van ott telefon, tudom.
Talán első felindulásában elrohant a tett helyről, utána pedig lelki kényszerből visszatért. Ez tipikus. Tipikus. Igen. Tudtam, hogy semmi értelme. Bocsásson meg. Jó éjszakát. Ezt miért csináltad? Mit? Miért hagytad így elmenni? Miért éreztetted vele, hogy a közleménye merő, ostobaság és hiába való? Ez az asszony napokig töprengett azon, hogyan segíthetne a férjén. Legalább annyit mondhattál volna, hogy igen, köszönöm, ez csak ugyan nagyon fontos momentum, majd utána nézek. Egy teherautó jött ki a Grichenstrasséről, és egy kék Ford a Nauplia-strasszén már nem tudott fékezni. Így neki ment. Csak benyomódott kicsit, de hallottam, ahogy a Ford gazdája követelőzött, hogy hívják ki a rendőrséget. Az eset jegyzőkönyvezve van, ellenőrizheti. Igen, ez így történhetett. A férjemnek minden percben meg kell jönnie. Megvárhatom. Hogyne, tessék. Köszönöm. A kabátját? Köszönöm. Ó, köszönöm. Kérem, előre megyek. Foglaljon helyet. Örülök, hogy pár percig kettesben lehetünk. Volna néhány kérdésem önhöz. Igen, kérdezzen. Miért adott a fiának 90 000 márkát? Adtam volna. Igen, adott. Igen. Csak ugyan adtam. Miért? Szüksége volt rá. Mivel zsarolta őt az az Obermeier? Nem tudom. Azt akarja mondani, 90 000 márkát adott a fiának, anélkül, hogy megkérdezte volna, mire? Nem, megkérdeztem tőle. És? Azt mondta, ha nem kaphatja meg kérdezősködés nélkül, akkor nincs más választása. És miért nem szólt erről a férjének? Mert Péter nem akarta. És mert Péter hozzám fordult. Akkor is. Maga nem ismeri a férjemet. Nem nyugodott volna, amíg meg nem tud mindent. És ettől Péter még jobban félt, mint a zsarolójától. Ön Sartorius doktor második felesége. Igen. Péter anyja 5 éve meghalt. Szervusz, Ivan. Szervusz. Add ide. Jó napot, doktor úr. Jó napot. Üljön csak vissza. Köszönöm. Mi áradban? Hát szóval, azt hiszem, doktor úr, hogy Pikert a gyilkosság éjszakáján egy levelet adott fel a fiának, amelynek másnap meg kellett ide érkeznie. Van ilyen levél? Nincs. Biztos ön ebben? Természetesen. Minden reggel szétválogatom a postát. Az üzleti levelek a titkárnőkhöz kerülnek, Péter postája a szobájába, ami privát postánk hozzám. Szóval azóta nem jött Péternek levele. Volt más címe is a fiának, ahová írni lehetett neki? Nem. Kár. Mi fontossága lett volna a levélnek az ön számára? Leleplezhette volna az igazi gyilkost. Hogyan? Az ön fiát zsarolták. A tettest ugyancsak zsarolták. De a tettes nyilván együtt érzett az ön fiával, és elküldte neki az anyagot, amelyen zsarolták. Gondoltam én. De hát... Mellesleg ma reggel beszéltem Péterrel az ügyvédem jelenlétében. Péter visszavonja a vallomását. Na hát, ez nagyszerű, hogy sikerült rávennie, doktor úr. Viszontlátásra, asszonyom. Viszontlátásra doktor úr. Viszontlátásra, kikísérem.
Köszönöm. Jó napot, asszonyom. Jó napot. Mit tehetek önért? Hát, itt a levél, amit... Foglaljon helyet. Tessék. Köszönöm. Hogy mondta? Mit hozott? A levelet, amelyről tegnap beszélt. Hát igen, a posta bélyegző stimmel, de nincs feladó rajta. Nyilván vannak írásszakértőik, akik meg tudják állapítani, hogy Pikert írta a levelet, vagy sem. Ó, hogyne, vannak. Csak boríték. Mi volt benne? Hangszalag. Kazetta. Na igen. És mi volt a hangszalagon? Azt nem tudom. Hol a kazetta? Megsemmisítettem. Anélkül, hogy meghallgatta volna? Igen. Ezt nem tudom elhinni, asszonyom. El tudom képzelni, hogy ön, mint rendőr, másként járt volna el. De a körben, amelyben felnőttem, és abban is, amelyben most élek, nem szokás mások leveleit elolvasni. De mások leveleit felnyitni és a tartalmát eldobni, az szokás abban a körben. Péter azt mondta, nem akarja, hogy tudjam, mivel zsarolják. Ez nekem elég volt. Akkor is megkérdem még egyszer. Csak ugyan nem tudja, mi volt azon a hangszalagon? Nem. Ön azt mondta, ha be tudja bizonyítani, hogy Péter akkor kapott egy levelet, prezentálni tudja a gyilkost. Megvan a levele. Tessék. Jó napot, Pikert úr, pakolja össze a holmiát, elmehet. Hogyhogy? Na, gyerünk, gyerünk, mozgás. De hisz megöltem. Attól, hogy folyton ismételgeti, még nem lesz hihetőbb. Ismeri? Nem. Nézze meg a kézírást, olvass el a dátumot a bélyegzőn. Hát jó, küldtem valamit Sartoriusnak a gyilkosság után. És? Elküldte a kazettát neki, amelyel Obermeier zsarolta. Miért? Nem akartam, hogy belekeveredjen az ügybe. Maga röviddel azután érkezett a lakásba, hogy Sartorius lelőtte Obermeiert. Még látta is a fiút elrohanni, vagy tudta, hogy a kettőnek találkozója volt. Aztán előszedte a kazettát, ismerte a rejtek helyet. Betette ebbe a borítékba. Majd elsietett ahhoz a telefonfülkéhez, a Grisenstrasszén. Tudta, hogy ott egy postaláda is van, bedobta a borítékot. Aztán felhívta a feleségét azzal, hogy lelőtte Obermeiert. El akarta terelni a figyelmünket Sartoriusról, és egyben tudtára adni, hogy eltüntette a nyomait, és hogy nincs mitől félnie. Nem tudhatta, hogy önként jelentkezik. Segíteni akartam rajta. Ne játssza itt nekem a jótevőt, Pikert. Maga lopni akart. Mit lopni? Egy tettet, amelyről mindig álmodozott, de amelyhez túl puhány és túl jámbor is volt. Nem, Pikert, maga nem gyilkos. Ja, még egyet. Mi volt a hangszallagon, amelyet Sartoriusnak küldött? Hát nem tudja? Nem, csak a borítékot kaptam meg. Péter Sartorius szerelmes a mostoha anyjába. Egyszer le is feküdt vele. Így is gondoltam. És hogy ezt pont az Obermeiernak mesélte el. Nem tudta magát túltenni rajta. Egyikük se tudta magát túltenni. Igen. Hát igen. Minden megesik ezen a földön.
Egyáltalán hogy jutott eszedbe ilyen őrültséggel vádolni magad? Te, mint gyilkos. Maga a gondolat is teljes képtelenség. Na jó. A fő, hogy újra itthon vagy. A többi majd elintéződik. Prosit. Prosit. Nézd, apa. Muszáj. Tessék. Bocsásson meg, doktor úr. Köszter úr óhajt önnel beszélni. Mit akar ez már megint? Tessék, jöjjön csak. Parancsoljon. Jó estét, Köszter úr. Mi történt? Jó estén. Velünk ünnepel? Sajnos nincs okunk ünneplésre. Hogy értsem ezt? A fiát le kell tartóztatnom. Hallja-e? A fiam az ügyvédem jelenlétében és a vizsgálóbíró jelenlétében visszavonta azt a vallomást. És azonnal szabadlábra helyezték. A fiam ártatlan. Nem. A fia megölte Anneliese Obermeiert. De most már elég. Azonnal távozzék. Szívesen, de csak a fiával. Itt a letartóztatási parancs. Mondd neki, hogy visszavontad a vallomásodat. Hogy ártatlan vagy! Mondd meg! Mondja csak. Menjünk. Talán ő nagysága magyarázattal szolgálhat. Gabriella. Gabriella. Az Öreg című bűnügyi filmsorozat Két gyilkos című epizódját látták. A forgatókönyvet Karl-Heinz Wilsre írta. Az Öreg szerepében Siegfried Lovitz, magyar hangja Bodrogi Gyula. További magyar hangok: Sebestyén András, Vas Gábor, Horkai János, Máté Gábor, Sáfár Anikó, Bence Ilona, Láng József, Lippai László, Földi Teri, Szokolai Ottó, Konter László. Magyar szöveg Kálmán Éva, hangmérnök Bétén Viktor, rendezőasszisztens Kasperlik László, vágó Kern Mária, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Somló Andrea. A film zenéjét Péter Tomás szerezte. Fényképezte Rolf Kestel és Mihály Georg. Rendezte Alfred Forer. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából, a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.